nem visszakozott újévi beszédében sem a francia köztársasági elnök. Az egyre hevesebb lakossági tiltakozás ellenére ragaszkodik a nyugdíjreformhoz, amely szerinte igazságot szolgáltat több olyan társadalmi csoportnak is, amelyekről megfeledkezett az előző rendszer. A nyugdíjkorhatár megállapítását ugyanakkor nehéz feladatnak nevezte és méltányosságot ígért. Ezzel együtt világosá tette elszántságát, mondván, hogy a nyugdíjreform az ő személyes vállalása volt, és a kormány végig is fogja vinni, mert ez a projekt a társadalmi igazságosságot és haladást szolgálja. Arra számít, hogy Eduard Filip gyorsan kompromisszumra jut majd a szakszervezetekkel és a munkavállalók más szervezeteivel, de az előbb említett elveket tiszteletben kell tartania. A több mint egy éve kitartóan tüntető sárga mellényesek mozgalma mellett már az egész országot megbénító sztrájk is jelzi, hogy a franciáknak elegük van Emmanuel Macron reformterveiből. A tárgyalások január 7-én folytatódnak. A tüntetők és a sztrájkolók január 9-én egyeztetnek.